Nincsenek egységes döntések, hiányzik a határozott fellépés, így az Európai Unió képtelen megvédeni polgárait, határait, mondta Szabó Róbert. Az Európai Unió régiók bizottságának tagjaként tartott sajtótájékoztatóján arról is szólt, noha az EU minden intézménye e kérdéssel foglalkozik, az Unió döntésképtelenség miatt nem tudja garantálni a migránsok szabályozott és ellenőrzött belépését. A migránsoknak nincsenek papírjaik, senki arcára nincs ráírva, hogy segítséget kérő menekült vagy kiképzett terrorista, fogalmazott a politikus. Észre kell venni, és határozottan meg kell nevezni egy fontos jelenséget. Jelentős számban érkeznek olyan bevándorlók, akik nem menedéket akarnak találni, hanem Németországban akarnak menekültek lenni. Ezek az emberek nem az életükért futnak, ők a német életet nézték ki maguknak. Szabó szerint a kvótarendszer felületi kezelés, hiszen a következményeket akarja orvosolni az okok helyett. Úgy fogalmazott, illúzió, amit sok európai politikus gondol, azaz, hogy a kontinensre érkező migránsokat vissza lehet majd küldeni. Szabó Róbert hangsúlyozta, hazánk, miután aláírta a schengeni megállapodást, azt be is fogja tartani. Emlékeztetett, szeptember 15-e után bűncselekménynek minősül az illegális határátlépés, amit szankcionálni fognak kitiltással, vagy akár több éves szabadságvesztéssel is.